Ezekre az oltópontokra várta a megyei kórház az érintetteket a hétvégi tömeges oltásra, ez most elmarad. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórházakban azonban a hétköznapokban a megszokottak szerint folyamatosan és zavartalanul zajlik az oltás. Az STK oltóponton vagyunk. Itt található a regisztráció, ahol a beholt állampolgárok regisztrálódnak, kollégáim segítségével elvégzik a regisztrációt, és megkapják azt az oltási pontot, ahová be kell menniük. Utána pedig időrendi sorrendben történnek az oltások a kialakított oltópontokon. Itt látunk egy oltópontot, ide be is nézünk. A megyei kórház tagintézményeiben összesen 22 oltóhely szakszemélyzete napi szinten végzi a koordinált oltásokat. A oltás követően a váróban fél órát várakoznak a beoltottak kolléganői, mint most is látható, figyelnek rájuk, bármilyen panasz esetén reagálnak, szükség esetén folyadékot adnak, örülünk neki. Túl tetszenek rajta lenni? Örülünk neki. Minden jó, kívánok. Nagyon-nagyon örülünk. Minden rendben van, jól érzik magukat? Teljesen. Rendben zajlott minden? Szuperúzaj. Köszönjük szépen. Teljesen másképp, mint ahogy a televízióban mondják. Hát itt annyira klasszul ment minden megszervezve, hát Nyíregyháza ez csúcs. A kórház felkészült a tervezett tömeges oltásra is, az udvaron katonai sátrakat is felállítottak, hogy a korábban érkezők miatt ne legyen tömeg, és a járványügyi szabályokat megfelelően be tudják tartani. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a hétvégi akciót azért halasztották el, mert az SMS-ek kézbesítési technikájával szinkronizációs probléma adódott. Az államtitkár beszámolója szerint eddig 1.142.000-en részesültek a védőoltásban, ezzel országos szinten 10,9%-os az átoltottsági arány, amivel harmadik helyen állunk az Európai Uniós rangsorban.